Nézzük, hogy a geometriai sorozatokról mit tudunk mondani. Komplex esetben, először is emlékeztetek mindenkit, hogy ugye valós esetben a következő lehetőségeink voltak, végtelen, hogyha Q az nagyobb, mint 1, 1 volt, hogyha Q az 1, 0 volt a határérték, hogyha abszolút értékben kisebb volt, mint 1, és különben azaz, hogyha a Q az kisebb, vagy egy adott mínusz 1, akkor nem létezik. Ugye? Ez a határ. Valódi divergens volt a Q az 1. No, nézzük akkor a komplexet, ugye itt van ez a két számpéldánk, és itt ennek a feladatnak a megoldásánál az exponenciális alakot fogjuk használni, tehát először is azzal kezdem, hogy az 1 plusz i per 2, azt a komplex számot, ugye az exponenciális alakba írom, ez itt 1 kettet, tehát itt van ez a pöttyöm, ugye, ez az 1 plusz i per 2, akkor nézzük az r, ugye ez nem más, mint gyök 1 kettet a négyzeten, meg 1 kettet a négyzeten, tehát az 1 negyed, meg 1 negyed, az 1 kettet, tehát az 1 per gyök 2-vel lesz egyenlő, és hát a szög az, ugye, nem problémás, rögtön látjuk, hogy 45 fok, azaz pi per 4, tehát itt az 1 per gyök 2, e ad, i, a fi ugye az pi per 4, és akkor ezt kell ennedig hatványozni, na ezért választottuk ugye az exponenciális alakot, mert ahogy láttuk az első fejezetben, ez nem lesz más, mint 1 per gyök 2 az ennediken, és e ad, i szer, n-szer pi per 4, hát inkább felírom így, n-szer pi per 4 alakban, jó? Na és akkor itt van ez egy valós geometriai, ugye sorozatunk, 1 per gyök 2, mert az abszolút értékben persze, hogy kisebb, mint 1, tehát akkor ebből következik, jó, erre mutassak, hogy nullához fog tartani. Mit tudom mondani az e ad i n-szer pi per 4-ről? Hát most kicsit be ki is rajzolhatjuk, ugye? Az itt az egység, ugye sugarú körvonal, ugye, hogyha n egyenlő 1, akkor itt van, és utána ez pi per 4, 45 fogunk írni, arrébb, itt vannak ezek a, ugye, megfelelő sorozatok. Azaz, mindig az egység sugarú körül vagyunk, ez azt jelenti, hogy korlátos, korlátos, valós része, és a képzetes része is, és ugye, hogy is kell megcsinálni a valós részt, a képzetes részt külön-külön lehet nézni, teljesen mindegy, a valós rész, akár a képzetes is korlátos. A másik sorozat, amivel szorzom, ugye az egy nullához tart, szorozva egy korlátosra, akkor azt kapjuk, hogy ugye a valósból tudjuk, hogy ez persze nulla lesz a határért. Nézzük a következőt, amikor is 1 minusz i az n-ediken van, hát nem sok különbség lesz, hanem csak annyi, hogy ugye most itt alul van ez ugye egy egység, tehát minusz 1, és itt van a pontunk, itt az r értelemszerűen, hát jól látható, hogy gyök 1 meg gyök 1, azaz gyök 2 lesz, szerintem ezt mindenki látta, és a szöget itt ebben az esetben ugye minusz pi per 4-nek írjuk föl, tehát most már ha rögtön az n-edik hatványra írom, akkor gyök 2 az n-ediken, és ez lesz e ad, e hát, nem is tudom, minusz i szer n-szer pi per 4. Oké, okay. No, tehát akkor gyök 2 az n-edik, hát a gyök 2 az nagyobb, mint 1, tehát gyök 2 nagyobb, mint 1-ből kapom, hogy ez tart a végtelenbe. Ez pedig, hát és mi a különbség az előző esetek kapcsolat az, hogy itt ebben az esetben így megy sorba, ugye, az a sorozat, ennek megfelelően, tehát egy pozitív forgatási irányban fog maradni, negatívba, igen, mert mutatójára is van megegyező, de ugyanúgy korlátos marad, jó, és hát ez a, ugyan tudjuk, hogy a nagy újdonság a határértéknél, a sorozatok határértékénél, mert hogyha abszolút értékben leírom ezt az ilyent, akkor ugye az lesz, hogy gyök 2 az n-ediken, ami tart a végtelenbe persze,
is, ugye? Mert M-nek egy, egységsúlyból körül mondjuk egy. Tehát akkor itt ebben az esetben azt fogom mondani, hogy ez a sorozat végtelen ezt a... Jó? Tehát az, hogy ezt már beszéltük az előzők, hogy ez egy újdonság a komplex sorozatoknál, hogy ekkor is végtelent mondunk, mint határérték. És ezzel tulajdonképpen megbeszéltük, nagyjából mondtuk azokat az eseteket, amikor is, tehát ha a... fel is írhatom más színnel, tehát végül is, megnézzük, ha a Z a hossza az kisebb, mint egy, ugye ez az eset, akkor Z az n-ediken, az tart a nullához, amennyiben a Z-nek az abszolút értéke nagyobb, mint egy, akkor a Z az n-ediken, az tart a végtelenbe. Jó, látjuk itt? Tehát Q kisebb, minusz 1 esetén, Q az n-ediken nem létezik a valósban. Komplexnél igen. Már csak egyetlen egy kérdés van, mi van, hogyha a Z abszolút értékben egyenlő 1, ugye? Tehát ha a Z abszolút értékben egyenlő 1, akkor Z már van azt jelenti, hogy a Z, hogy az E ad, és akkor hát valami I-szer fi. Ugye 1 az R. Tehát ez azt jelenti, hogy az R-nek 1 az értéke, és akkor nekünk ugye a Z az n-ediken, az nem lesz más, mint E ad N-szer I-szer fi. Jó, és akkor most természetesen két esetet fogunk megkülönböztetni, ugye? Hogyha a fi nem egyenlő nullával, hát akkor valamilyen ilyen, mint egy, most ugye fi minusz pi és pi között van, de az n-szer fi, ugye az egy elforgatást fog jelenteni itt a ugye egységsugarú körön, tehát ide jön. Tehát hogyha fi nem egyenlő nullára, akkor ez itt szépen megy körbe-körbe-körbe-körbe. Jó? Hát biztos, hogy egybe fog esni, tehát lehet, hogy itt a következő arrébb jön. Most itt ezzel nem foglalkozunk, csak az a lényeg, hogy ha a fi nem egyenlő nulla, hát akkor, tehát itt ez ugye nem létezik, ha a fi nem egyenlő nullával, mert ugye a fi egyenlő nulla esetben, hát akkor a Z, ha fi egyenlő nulla, akkor nyilvánvalóan a Z az maga az egy szám, hát ugye az, abban az esetben persze, hogy tudjuk, hogy ebben az esetben ugye, hogy ne egy a határértéke. Jó? Tehát akkor tulajdonképpen itt van összefoglalva a komplex geometriai sorozatra vonatkozóan milyen határérték tételeink vannak. És jól látható a különbség a valós esethez képest.